Hétfőtől láthatják a nézők a televíziós csatornákon az év egyik legnagyobb társadalmi célú kampányának első filmjét. A Média Unió Alapítvány idei ment és másként kampányának célja, hogy felhívja a figyelmet az elsősegélynyújtás és önkéntes véradás fontosságára. Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője van itt telefonon. Szervusz Ferenc, üdvözöllek! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Két gondolatban, mi a feladata és a célja a Média Unió Alapítványnak? A Média Unió Alapítvány minden évben kiválaszt egy társadalmilag fontos témát, amit szakemberek és civil szervezetek bevonásával mutat be. A kampányok szervezésének legelső lépése, hogy az öttagú kuratórium, amelynek tagja is Schmidt Mária, Csányi Sándor, Novák Péter, Rudolf Péter és Somodi Imre, meghozzák azt a döntést, hogy a következő évben mi legyen az a téma, amelynek bemutatása érdekében kérjük a Média Unió partnereinek segítségét. Tavaly novemberben tartottuk meg ezt a megbeszélést, és hát azért részben a koronavírus járvány tanulságait is figyelemmel véve hozták meg azt a döntést, hogy a mostani kampányban az elsősegélynyújtás és a véradás fontosságát szeretnénk hangsúlyozni. Hát az elsősegélynyújtás nem először van porondon, hiszen ha jól tudom, nagyon sok élet megmenthető lenne, ha bátrabbak lennénk. Így van, a kampányunk egyik legfontosabb lépése volt az a nagy szakértői megbeszélés, amelyre nagyon sok állami és civil szervezetet meghívtunk, és ezen hangzott el többek között, hogy évente kb. 8000 hirtelen szívhalál történik, és ezeknek az áldozatoknak közel kétharmada megmenthető lenne, hogyha valaki az úgynevezett arany 5 percben, a szakértők által így nevezik azt az időszakot, amely döntő az életmentés során. Tehát, hogyha ebben az arany 5 percben megkezdené valaki az életmentést, akkor közel kétharmaduk megmenthető lenne. Miért nem tesszük? Ez egy nagyon érdekes kérdés, egyébként nem sokára egy közleménnyel fogunk ezzel kapcsolatban előállni, az Ipsos segítségével készítettünk nemrég egy felmérést, amely ez is azt igazolja, hogy valójában azért nem tesznek az emberek semmit, mert nem mernek. Egy nagy félelmi blokk van ilyenkor az emberekben, amely abból táplálkozik, hogy egyrészt majd valaki úgy is segít, a másik meg, hogy attól tartanak az emberek, hogy csak rosszabbat tesznek. Pedig, ahogy a mostani kisfilmünkben Szerdahelyi Roland is elmondja, az a legrosszabb, amikor nem csinálunk semmit. Hogyha elkezdünk egy reanimálást, egy pumpálást, befújást, azzal nem teszünk rosszat, nem tudunk ártani bele. Akkor tudunk ártani, hogyha csak állunk és nem csinálunk semmit. Roland is elmesélte a felvételen, hogy amikor ő megérkezett a helyszínre, egy építőipari munkásnak az életét mentette meg, azt látta, hogy körülbelül 10 állják körbe, és nem csinálnak semmit. A kollégái. És ő volt az, aki odarohant, ismeretlenül feltépte az áldozat ruháját, és elkezdte az újraélesztést, de amíg megérkeztek a mentők, egyébként nagyon gyorsan, és tulajdonképpen Roland volt az, aki visszahozta őt az életbe, és így tudta átadni a mentőknek. A jó példák ragadósak lehetnek? Ezért a kisfilm tartalma? Igen, ebben bízunk. Nagyon sokat gondolkodtunk, amikor a kampány kezdetén együtt dolgoztunk ügynökséggel, illetve különböző szakértőkkel, hogy mi lehetne a legjobb módja annak, hogy elhitessük az emberekkel, hogy az a legrosszabb, hogyha nem csinálnak semmit. És végül azt a koncepciót tartottuk a legjobbnak, hogyha valós példákkal mutatjuk be, hogy civilek, olyanok, mint ön, én, illetve a hallgatók, akik nem fehér köpenyben dolgoznak, hanem egészen más területen tevékenykednek, ők is tudnak életet menteni. Roland filmjén kívül egyébként még két filmmel készülünk a kampány során, amely egyébként jövő év február végéig tart, és ezekben a filmekben is azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy igenis fehér köpeny nélkül is lehet életet menteni. Ezen a kis filmen kívül milyen felületeken, és hogyan tudtok nekünk abban segíteni, hogy ha eddig nem, akkor legalább most megtanuljuk, ha csak elméletben is, de legalább megtanuljuk, és ha olyan helyzetbe kerülünk, akkor esetleg vegyük a bátorságot, hogy alkalmazzuk is az újraélesztést. A Média Unió új honlapján megtalálható a mostani kampányunknak az elérhetősége. Itt például azok az ingyenes tanfolyamok is elérhetők, amelyeket a Vörös Kereszt szervez, nem csak a fővárosban, hanem országszerte mindenhol. De egyébként nagyon ajánljuk, hogy az a több százezer ember, pontosabban több millió, aki jogosítvánnyal rendelkezik, tehát valamilyen mértékben már tud életet menteni, elsősegélynyújtási ismeretekkel rendelkezik, igenis menjenek el egy frissítő tanfolyamra, amely minden értelemben hasznos. De egyébként a honlapunkon nagyon sok hasznos információt megtalálnak ezzel a témával kapcsolatban.
Egyébként a Média Unió alapító és tagjai térítésmentesen támogatják a kampányunkat értékes reklámfelületeikkel, úgyhogy a tévécsatornák mellett a rádiószpotunk is hallható, illetve nagyon sok print és online médium ajánlott fel felületet azért, hogy a kampányüzenete minél több emberhez eljusson. Mit tehet valaki most azonnal, ha nem tud elmenni még egy ilyen tanfolyamra, de mindenképpen szeretne lépni? Mit javasolnál? Vannak-e olyan applikációk esetleg, amelyek segíthetnek? Igen, két nagyon fontos applikációt szeretném mindenki figyelmében ajánlani. Az Országos Mentőszolgálat életmentő applikációja az egyik. Ha pedig valaki már rendelkezik elsősegélynyújtási ismeretekkel, akkor a Safe City applikációt szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. Egyébként a filmünkben szereplő Roland is így került ebbe a szituációba, hogy nála, ahogy mesélte, folyamatosan elérhető a Safe City applikáció, és munka közben kapott egy jelzést, hogy a közelében valaki rosszul lett. És ennek hatására rohant a helyszínre, és mentette meg az emberi életét. Illetve még azt is szeretném elmondani, hogy a kampányunk nem csak az első segélynyújtás fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem a véradást is ugyanilyen fontosnak tartjuk. A kampányunk második felében fogjuk jobban hangsúlyozni, de hogyha már elhangzott a kérdés, hogy mit tehetünk most, nagyon fontos, hogy minél többen jelentkezzenek véradónak, hiszen egyetlen véradással három embernek tudnak segíteni, és a véradás egy olyan dolog, amelyre folyamatosan szüksége van az Országos Vérellátó Szolgálatnak, akik egyébként teljes mellszélességgel támogatják a kampányunkat. Tehát jelentkezzünk véradónak? Is. És töltsük le az applikációt. És töltsük le az applikációt. Illetve a Média Unió Alapítvány Facebook oldalát is szeretném mindenki figyelmébe ajánlani. Ott folyamatos érdekességekkel, fontos és hasznos információkkal szolgálunk. És a más nem egyébként, ha egy kicsit bátortalanok vagyunk, ha csak hívjuk a 112-t, akkor már onnan is segítséget kapunk, hogy mi a teendőnk, és talán bíztatást is arra, hogy folyamatosan mit kell tennünk addig, amíg a mentő kiérkezik. Ha más nem, akkor legalább ennyit tegyünk meg, nem? Pontosan. Ahogy az előbb is említettem, a legnagyobb baj az, hogyha nem csinálunk semmit. Akkor nem tudunk segíteni. Bármennyire is igyekszik a mentő vagy a helyszínen a mentő kollégák, hogyha időben nem kezdjük el az életmentést, nekik is sokkal nehezebb a dolguk, és az áldozatnak pedig rosszabbak az esélyei. Mint ahogy a Szerdahelyi Roland is elmondja a Média Unió kampányának kisfilmjében, amelyet már el tudunk érni, látogassuk a honlapokat, töltsük le az appokat, és legyünk bátrak. Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője volt velem. Szép napot, Ferenc, köszönöm szépen! Én is köszönöm, viszontlátásra!